Luxusadó terheli az alapvető élelmiszereket az LMP szerint. A párt aláírásgyűjtésbe kezdett, és már több mint 100 000 aláírást össze is gyűjtöttek. Annak érdekében, hogy a kormány minden alapvető élelmiszer áfáját csökkentse 5%-ra a jelenlegi 27 helyett. Napsütéses őszi szombat reggel, a piac pedig ennek megfelelően teli is van a 18. kerületben. Paprika 598, a paradicsom mellette 998 forintba kerül, a krumplinak 200 forint kilója. Megnéztük az almát is, piros, meg még pirosabb és zöld, egységesen 599 forint. Sajnos a gyümölcsnek nem tudok ellenállni, úgyhogy azt azért úgy veszem, ahogy régebben, de minden más egyebet meggondolok, hogy mennyit, meg szóval mennyiért. Ez a 18. kerületi valóság, de mutatunk még egy meglepő dolgot, ezt már az eladó oldaláról. Semmit sem adunk drágábban mindidáig. Mind termelők vagyunk. Az, hogy a kereskedő, vagy mit tudom én, a fölvásárló mennyiért tudja fölvásárolni, és mennyivel tudja eladni, hogy ő is megkeresse azt, amit, az már az, az ő dolga. És mint az önköltségei nem nőnek az időjárás? Dehogy is nem. És ahhoz képest akkor mégiscsak kell árat emelni, mint mondjuk 2 éve volt. De hogyha árat emelünk, akkor kevesebb lesz a vásárlónk. És hol jön vissza a különbség? Hát az néha sehol se. Az, hogy az élelmiszerek ára emelkedik, több tényező idézi elő. Az időjárástól kezdve a szállítási költségig, de az afrikai sertéspest is, az ausztrál erdőtüzek, a tej iránti növekvő kereslet, vagy akár a koronavírus járvány is. Az LMP aláírásgyűjtő kampányba kezdett annak érdekében, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentse a kormány. Az egyik standjuknál kitettek egy kosár élelmiszert, ki kellett találni, hogy ami benne van, mennyibe kerül. A kosárban egyébként tojás, 4 fehér, 4 sárgarépa, 1 karalábé és zeller, 4 csirkecomb és 4 szárny, 2 kiló krumpli és 1 kiló hagyma volt. Egy hölgy híradónak mutatta, hogy mit számolt ki. És akkor ez az összeg, ez mit is? Ez 4000 forint, ez baromi sok. Azt mondta, korábban ez a mennyiségű élelmiszer felennyi pénzből kijött. Az elmúlt egy évben a gyümölcsök ára 46%-kal, a zöldségeké több mint 17%-kal emelkedett, árult el híradónak az LMP országgyűlési képviselője. Sokan kénytelenek a, bocsánat a kifejezését, csofat, fonnyat árut megvenni olcsón, mert a jó minőségűre nincs pénzük. A politikus úgy véli, Magyarországon az alapvető élelmiszerek kapcsán van szükség áfa csökkentése, és nem az új építésű lakások áfáját kell visszaállítani 5%-ra. Az aláírás gyűjtéssel pedig az a céljuk, hogy a kormányzat számára is láthatóvá tegyék, hogy a követelés mögött nem csak a párt, hanem tömegek állnak.